Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír november 6-ára. Napközben minden olyan nyugis lesz, nem történik semmi különös, sőt, úgy érzed, hogy minden olyan unalmas, nincs mozgás, nem mennek előre az események. Az is lehet, hogy vársz valamire vagy valakire, és ez nem jön. De az esti órákban történik valami, lesznek változások. Ezért is választottam ezt a képet, hiszen utal el az alkonyra, az esti órákra. Itt lesz ebben az időszakban egy meglepetés, vagy kapsz egy hírt, vagy valaki megajándékoz téged, vagy valaki szeretne téged meglátogatni, vagy lesz egy meghívás, vagy lesz egy jó ajánlat. Minden esetre úgy alakulnak a dolgok, hogy az esti órákban történik valami, amire nem számítottál. Az is lehet, hogy te vártál rá. Ő nem jelentkezett. Napközben még türelmes voltál, de így az esti órákban elfogyott türelmed, és megvan ez az igény, hogy beszélj vele, jelentkezz nála, és a részedről lesz ez a mozgás. De ő válaszol, jelentkezni fog, és így akkor előre mennek az események. Amit közölni tudok, hogy lesz egy meglepetés az esti óráktól kezdve, lesznek változások, lesz mozgás, amit nem csak a mai napon érzel, hanem a következő napokban is. Ayurveda, az lefordítva az élet művészetét jelenti, ennek a tudását, bölcsességét. Itt ezen a területen van három irány, három energiai mező. Vata dósa jelenti a mozgást, Pita dósa jelenti a változásokat, a megújulásokat, és Kapha dósa az jelenti azt, amit meg kellene tartani. Ha megnézem a napi horoszkópot Szaturnusz bolygóig, tehát a személyes bolygókig, az indiai asztrológia szerint, akkor megállapítható, hogy november 6-án a hold a tűz elemében van, és ez a Pita dósához tartozik, és ez jelenti a megújulásokat, a változásokat. Ugyanúgy, ahogy a képen is látható, az esti órákban lesz mozgás, lesznek változások. A hold az kihathat az anyukádra, az anyai érzelmekre, de jelenti az álmokat, a vágyakat, az igényeket, és előfordulhat, amit te is érezni fogsz, hogy ő gondol rád, megvannak ezek az álmok, elképzelések, látni akar téged, vagy vár arra, hogy te jelentkezz nála, hogy itt legyen mozgás, hogy előre menjenek a dolgok. A Föld elemében van Szaturnusz bolygó, a víz elemében Jupiter bolygó, mindkettő a Kapha dósához tartozik. Tehát itt megvan a lehetőség arra, hogy kiépíts valamit. Vagy a munkát, a hivatást illetően, vagy a családi kapcsolatokat illetően, vagy meg lesz a biztonság érzete a párkapcsolatot illetően. Mars bolygó, Vénusz bolygó, Merkur bolygó és a nap a levegő elemében van, és az a vata dósához tartozik, ahol lesz most mozgás. Lesznek beszélgetések, hiszen Merkur bolygó erre utal. Itt szerelemről van szó,
mert megjelenik itt a Vata dósában Mars bolygó, az utal a férfiakra, és megjelenik Vénusz bolygó is, utal ránk hölgyekre. Azon kívül Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmet, és Merkur bolygó segít abban, hogy legyen kommunikáció, amit a nap megvilágít. Tehát tisztázódik valami, annak ellenére, hogy a mozgás úgy az esti órákban indul. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!